Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Én is. A május 22-ével kezdődő csillagászati hónap az ikrek havában telik, és ezt az ikrek havát a Gemini csillagképről nevezték el. Szeretnének rögtön meg is kérni, hogy az ikrekről egy általános jellemzést adjál nekünk. Az ikrek jegye levegős jegy és labilis, és ráadásul kettős. És a Merkurius bolygó van ott uralomban, ami azt jelenti, hogy a gondolkodás, kommunikáció, tanulás, tanítás nagyon kiemelt szerepet játszik az ikrek szülöttek életében. A kapcsolódás sokfelé, széles körű érdeklődés, gyors intelligencia, eleve gyors mozgás is jellemzi őket, meg olyan fürge, tehát minden szempontból fürge, mozgékony jelleget kölcsönöz az embernek az ikrek jegy. És hát nyilván, aki az ikrek jegyébe született, az, hogy mondjam, eléggé erősen hordozza ezeket a tulajdonságokat. És ugye ez két élő dolog. Ugye az egész ikrek jegy egy kettős. Egyrészt az, hogy sokszor szeretnek ugye párhuzamos dolgokat vinni így az élet során. Tehát adott esetben még egy párkapcsolatban is az ikrek az egy inkább megbízhatatlan, mint megbízható. Tehát mondok ellenpéldát, hogy például a bakjegyű, földies típus, az azért, ha már egyszer megszeret valakit, akkor mellett nagyon hűségesen ki tud tartani. Na de az ikrek pedig inkább ilyen csapongó. De ugye nagyon intelligens, értelmes, tanításra és tanulásra egyaránt alkalmas társaság. És a mostani helyzet az nagyon érdekes az ikrek jegyűeknek, mert ugye az uralkodó bolygójuk az a Merkúriusz, és az most a bikában hátrál. Retrográd mozgásban van, ami azt jelenti, hogy nagyon sok ilyen elmaradt dolgot kell valahogy bepótolni, vagy a múltból jönnek dolgok, de mindenképpen egy ilyen megakadás érzet, hogy nem mennek annyira jól az ilyen kapcsolódási vagy kommunikatív ügyek. Tehát például, hogy lekési az ember valamit, vagy nem kap meg egy olyan dolgot, amit időben meg kéne kapni, és akkor nem kapja meg. Tehát ez a retrográd, ez egy ilyen hátráltató az ikrek jegyűekre nézve, de amúgy mindnyájunknak, szóval azért mindnyájunk érezzük ezt, ráadásul most épp a Szaturnusszal kvadrátban is van, ami hát a legfeszültebb fényszög, az a Merkurius, és ez pedig szintén egy hátráltató. És a közlekedésben nagyon óvatosnak kell lenni. Ilyenkor nagyon komoly balesetek tudnak történni, amikor Szaturnusz, Merkurius így keresztbe állnak, és hát lehet látni tulajdonképpen, hogy ugye a mostani hírek is miről szólnak, szóval hihetetlen balesetek tudnak így véletlenül hip-hop egyszer csak alakulni. A lényeg az, hogy ez a hátrálás, ez június 2-áig fog tartani, és akkor lesz egy 5 nap, amikor megáll a Merkurius. Ezt úgy hívják, hogy stacionárius, és akkor látszólag, ugye hát a kozmikus helyzet, ahogy Földről látszik a Merkur, ugye nem, arról van szó, a Merkur soha nem áll meg, csak éppen ahogy mi megyünk, pont annyira szinkronban megyünk az ő mozgásával, hogy állni látszik azon a ponton, ahol van. És június 3-ától 8-áig ez az álló helyzete van a Merkurnak, ami még inkább olyan, hogy nem tudnak a dolgok jól kibontakozni. Tehát ott ne csodálkozzunk, hogyha ilyen határozott hátráltató erők még akkor vannak. És utána megindul előre, de még mindig a bikában, ami a Merkur természetének nem igazán felel meg, mert túl racionális, meg olyan ilyen akadékoskodó dologi ügyek. És akkor június 14-től viszont már az ikrek jegyében van. Tehát azt lehet mondani, hogy június közepétől a Merkurius ez egy ilyen felszálló állapotba kerül, tehát a saját legjobb erejének a helyére kerül az ikrek jegyében, ahol uralomban van. Tehát valószínűleg azok a dolgok, amik most megrekedtek és nem működnek, vagy
ilyen bosszantó dolgok miatt hátráltatást szenvednek, azok valószínűleg június közepétől már szépen menni fognak. Május 28-án a bikába belép a Vénusz, és az pedig egy nagyon jó változás lesz, mert a Vénusz hirtelen erőbe kerül, most a Kos jegyében ilyen felfelvillanó, hirtelen fellobbanó, ilyen szalmalángszerű érzelmeket hozhat, de a bikában egy ilyen kiteljesedett állapotba kerül, ahol még a dolgok is szerencsésebben alakulnak, mert a Vénusz ugye a kis szerencse bolygója, és belép a saját jegyébe, tehát ott lehet számítani szerencsés fordulatokat. Ugyanakkor arra kell nagyon vigyázni, ez a június közepe téma, ez egy érdekes dolog, tehát ugyanis június 11-én az történik, hogy a Vénusz és az Uránusz együtt állnak majd a Bika 16. fokán, és ez egy ilyen érzelmi grimbuszt jelez, és szemben a Holddal. Tehát pont akkor, amikor ezek együtt állnak a Bikában, Vénusz és az Uránusz, hogy az Uránusz ez egy ilyen hirtelen változás, valami kizökkenés, vagy egy nagy inspiráció, valami hirtelen valami, egy ilyen érzelmi áramütés mondjuk, és szemben a Holddal, pont a Skorpióban, tehát ott valami érzelmi feszültség akar kibontakozni. Én úgy írtam, hogy érzelmi grimbusz. Tehát ott június 11-én figyelni kell az érzelmi grimbuszra, és aztán június 14-től, tehát a Merkur az ikrekben, az már egy ilyen kicsit fellélegzéses időszak lesz. Kerestem szokásunkhoz híven néhány jeles napot ebben az időszakban, és itt rögtön párhuzamot éreztem, pont az ikrekre jellemzően mondtad, hogy a tanulás és a tanítás, mind a kettő, tehát az érzbeli képességek a Merkur miatt, ugye hát ez mindig is ide esik a gyermeknap, május utolsó vasárnapja, és aztán június első vasárnapja pedig a pedagógusnak. Az 50-es évek elejétől kezdve tartjuk, és ugye a legkiválóbb pedagógusi munkák, hát egyáltalán a pedagógusi munka és a legkiválóbbak elismeréséről szól. Sajnos jelenleg azért egy picit úgy érzem, hogy csökken ennek a, nem is mondanám azt, hogy a napnak a jelentősége, hanem mint tudjuk a környezetünkben, tehát tudunk a pedagógusok jelenlegi helyzetéről. Igen. Jobb lenne nagyobb súlyt fektetni az oktatásra és a pedagógusoknak a jó közérzetére. Tehát annyira jó pedagógusok vannak, és annyira elmennek a pályáról. Szóval ez a baj, hogy jobb lenne őket egy kicsit felemelni, tehát nem ellenségnek tekinteni, hogy ők tiltakoznak, hanem hogy azt mondani, hogy hát emeljünk rajtuk. Szóval ez jó lenne. És érdekes, hogy pont milyen jól betalálnak, nem? Tehát azért ugye a magasabb szinten azért az, hogy a pedagógusnak az ikrekben van meg a gyereknap. Szóval ez nagyon stimmel. Ugye az ikreknek eleve van egy ilyen gyerekes jellege. Tehát ez a szimbólum is az, hogy két gyerek iker van. Ugye úgy is ábrázolják. Épp május 22-ére, amikor az ikrek havába lépünk, arra a napra esik a biodiverzitás világnap, a biológiai sokszínűség világnapja. Ilyenfajta környezetvédelmi napok mind a tavasszal, mind később szintén lesznek. Erre újra és újra felhívjuk a figyelmet. A környezetvédelmi világnap június 5-ére esik. Ennek az a története, hogy 1972. június 5-én Stockholmban nyílt meg az Ember és Bioszféra konferencia. Az embernek alapvetően joga van a szabadsághoz, egyenlőséghez és a megfelelő életfeltételekhez olyan minőségű környezetben, amely emberhez méltó és egészséges életre ad lehetőséget. Hát erről sokat lehetne beszélgetni, hogy ez vajon, ami 1972-ben célkitűzés volt, ez vajon 8 milliárd embernél és ilyen környezet használatnál, ahol majd 3 bolygót használunk, mennyire valósult meg, de ezekről a témákról rendszeresen és sokat szoktunk beszélni. Én nem tudok ehhez semmit hozzáfűzni, csak azt, hogy tessék körülnézni, hogy mi van.
hogy mi történik a természettel, hogy például most kiderült, hogy a Sajó folyó teljesen kipusztult. Szóval annyi arzént engedtek bele valahonnan, nem is tudom, hogy honnan jött, hanem Szlovákiából vagy mi. Szóval, hogy gyakorlatilag kipusztult egy folyó. Nem, nincs benne hal. Szóval ilyet hogy lehet? Hogy lehet? Tehát amikor, vagy például amikor elrakják a rádióaktív hulladékot ilyen beázékony hordókba a tenger mélyére, hogy majd ott valami lesz vele. Hát már milyen dolog ez? Tehát egy gyakorlatilag teljesen, ja meg a világűr szennyezés. Hogy már tele van lőve minden a föld körül, és ilyen, mindenféle ilyen űrszemetek keringenek a föld körül. Hát nem is értem, hogy ez miért kell. Tehát ez senkinek nem jó. Senkinek nem jó. Mindenki rendes levegőt akar szívni, nem? Tehát még a gyárosok is szeretnék, hogyha jó levegő lenne, de közben ők meg puffogtatják a izéket. Szóval ez egy nagyon fontos téma, és igazából ez nem politikai kérdés, ez emberi kérdés. Tehát nem arról van szó, hogy melyik oldalon áll az ember, hanem azon, hogy az emberek érdekében mondjuk, mi mondjuk itt most azt, hogy a környezettel is ugyanúgy kéne foglalkozni, ahogy a saját kis önző életünkkel foglalkozunk, mert hogy ez összefügg, mert az a probléma, hogy az ember, ugye egy közös vízben lubickoló halacskák vagyunk, és hogyha mérgezzük a mi közös vízünket, ezt mi is beszívjuk. Hát a végén, na mindegy. Ide esik, bár ugye májust hívják pünköst havának, de pünkös, mint vándorló ünnep, most június elejére esik, mert ezt a húsvéttól számított 50. nap, és ennek a lényege a Szentlélek eljövetelének a megünneplése. És akkor el is érkeztünk június 21-éhez, ami a csillagászati nyár kezdete, a nyári napforduló ünnepe, ahogy a rák havába lépünk. Igen, ez a nyári napforduló, és ez egészen pontosan 11 óra 16 perckor lesz, június 21-én. Nos, ez egy negyed évig érvényes képlet. Tehát ami most történik, az egy pár hónapig érvényes energia lenyomat lesz. És mi is itt az érdekes? Hát tulajdonképpen a nap belép a rák jegyébe, és a hold az meg a kos jegyében, és pont éppen egy feszült kvadrátba csöppenünk bele. Tehát a hold és a nap kvadrát az épp aktuális. Tehát egy feszített dolog ez. Valami, ugye a nap belép a holdnak a jegyébe, de a hold a kosnak az elejéről viszont visszakvadrálja a napot. Tehát ez azt jelenti, hogy a két fényhozó feszült viszonyban van egymással. A női és a férfi principium feszített viszonyban van egymással. Az apa és az anya karakterek feszített viszonyban vannak, és ami mundán értelemben érdekes, hogy a vezetők és a nép. Tehát az, aki az uralkodó, aki viszi előre a dolgot, az éppen feszült viszonyban van a néppel. Nem azt csinálja, amit a nép szeretne, és a nép se azt csinálja, amit a uralkodó szeretne, és ez általános, ez nem országos téma, hanem ez úgy általában jellemző. Tehát például a hétköznapi szinten a főnököknek meggyűlhet a bajuk a beosztottakkal. Vagy például olyan, hogy a beosztott nem megy el dolgozni. Tehát az, ami már úgy érződik a levegőben, hogy nem találnak munkást különböző helyekre. Egyszerűen az emberek nem akarnak beállni olyan dolgokba, amiképp lehetőséget adnának. A másik, hogy a Mászakosban, 8-as házban és a halálházában. Szóval egy harcos halálház, ami azt jelenti, hogy még azért aktuálisan lesz lövöldözés. Tehát most még egy ideig ez a harcoskodás nem fog elmúlni, mert a kosban a Mársz az erőben van, és ráadásul a halálházából nyomja, tehát nem akarja abba hagyni még a kosban a Mársz a dolgokat.
És tulajdonképpen ez megint csak azt lehet mondani, hogy úgy, senkinek nem nagyon jó, szóval ez egy nem jó téma, de ugyanakkor ugye van egy Saturnus Mars sextil, ami azt jelenti, hogy mondjuk a józan megfontolások, vagy a sorszerűen meglévő akadályozó erők azért ezt tudják egy kicsit visszafogni. Tehát valószínűleg, hogy azért valami enyhülés következni fog. Bár az, hogy a halak a deszcendenssel, azért lehet számítani azokra a kavarásokra, amik folyamatosan vannak. Tehát például, hogy a közvéleménynek a manipulálása, az ugye zajlik, de ott nagyon erősen érezhető, hogy nem lehet majd tudni, hogy tényleg mi is van a világban. Nem lehet pontosan tudni. És közben nagyon fontosak a hírek, mert a Merkurius az az MC-n van, éppen, ikrekben. Tehát már nagyon fontos, hogy mit mondanak, vagy hogy egyáltalán mi akar lenni a jövőben, mi akar lenni a munkánkban. Ez egy csomó kérdés, feszegetünk, ugye a Merkurius és a Hold együtt feszegeti ezeket a kérdéseket, tehát a nép szeretne látni valamit a jövőben, hogy most akkor mi akar lenni, és ez a tulajdonképpen összecseng ezzel a negatív, megtévesztő erővel, mert hogy ez a Merkur, ez pont a Neptun környékére vetíti a kvadrátját meg a deszcendensre, tehát pontosan ezek az álhírek felsokasodása. És plusz ugye az ember maga gyanakvó. Tehát szűz az aszcendens, ekkor éppen szűz, és a Merkurius az uralkodója annak, a Merkurius az ikrekben van. Tehát egy kuszaság van az emberben, vagy legalább kettősség, minimum kettősség, és közben ő meg szigorúan nézné, hogy mi akar lenni, tehát valami racionális megoldást szeretne mindenki találni, gondolom. És itt azért ez egy feszített helyzet. Tehát azt mondom, hogy bár a Hold és a Jupiter együtt állnak, tehát azért mondjuk azt, hogy bizonyos lehetőségek tágulnak, tehát szerencsés fordulatokra is lehet számolni, de ezek a szerencsés fordulatok, ezek együtt járnak valami korlátozó erővel, mert pont most az, hogy Jupiter, az ugye például a rendeletek meg a jogszabályok együtt a Holddal, tehát ráül a Holdra ez a rendelet, és a nyolcas ház csúcsán. Tehát megint én azt gyanítom, hogy valamiféle korlátozások életbe fognak lépni. Azt nem tudni, hogy pont mitől jönnek azok a korlátozások, hogy mi lesz a hivatkozási alap, azt nem tudom, de az az érzésem, hogy itt korlátozások lesznek, és valószínűleg ilyen háborús okok miatt valami bevezetésre kerül, aminek egyébként senki nem örül. Vénusz Plutónak van egy trigonja, tehát közben ugye a Vénusz akkor még az bikában van erőben, és a Plutótól kap egy trigont, ami eközben zajlik egy érzelmi átalakulás, ami egy magasabb szintre lehet emelkedni. Belátásban, érzelmekben. Hát itt átalakulnak az embernek az érzelmei egy kicsit, valamilyen adott esetben a nem jó események hatására, de azt tovább viszi az embert, aztán egy magasabb tudatállapotba lehet kerülni. És ugye a külföld. Tehát kierősödik az, hogy külföldi hatások érnek minket, jó értelemben vett külföldi hatások. Akár az, hogy mi megyünk külföldre, vagy megismerkedünk valaki külföldivel, aki segít nekünk, adott esetben üzleti segítség, külföldről jövő üzleti segítség, ezekbe az időszakokba nagyon belefér. És hogy a napforduló mit is jelent, hogy ezen a napon a leghosszabb a nappal, nem innen számoljuk mi a nyár kezdetét, de valójában ez így egy picit összefügg, és ezzel talán tavalyi évben foglalkoztunk hosszabban. Tehát mindenképpen ez a leghosszabb nappal, de mi ugye már június 1-től számítjuk a nyarat, és hogy ez hogy függ össze egyébként azzal az ősi hagyományjal, ami sok helyen él, a Szent Iván napi
tüzes hagyományokkal, mint tűzugrás, szerelemvarázsló, egészségvarázsló ünnep, ugye hát, és a tűz, mint a nap szimbóluma, ami ugye egész nyáron segít minket. Ezután majd rákban ugye az egész időszak, az aratás időszaka. Tehát erről azt hiszem már a tavalyi évben beszéltem, hogy itt van egy ilyen elcsúszás. Igen, van, de ez nem idegesít fel minket. De a tűzelem. Hát igen, a tűzelem az azért egy nagyon erős szentség, főleg nekünk magyaroknak. Ugye magyarok alatt azt értem, hogy magyar az anyanyelvünk, magyar a kultúránk, és a gondolkodásmódunk, az a speciális gondolkodásmód, ami a magyarokra jellemző, az is nagyon jellegzetes. Gondoljunk csak arra, hogy a tűz az ég, és amikor gyújtjuk a tüzet, akkor automatikusan ott van az ég. Tehát a magyar lélek és tudat az összekapcsolja ösztönösen ezt a két principiumot. Tehát ezért van az, hogy nem csak nyáron tüzesünk, hanem minden hónapban a tűznek megvan a maga szent jelentősége. A tűz az önmagában szent, mert a tűz az ég. Igen, tehát ez az égi tűz nem csak itt van jelentősége, igen, hanem... Amikor gyújtunk egy tüzet, akkor az az égben is meggyullad, így lehet mondani, a tudatban, az égi tudatban is meggyullad a tűz. És még egy picit tovább a nap fordulón túl a rák általános jellemzőiről tudnál pár mondatot mondani? Hát a rák jegynek a hold az uralkodója, és az anyasággal, családdal, otthonnal nagyon erősen összefügg ez a jegy. Általában a rák jegyűek, akiknek például még a holdjuk is esetleg a rákban van, azok nagyon gondoskodó, együttérző természetűek. Tehát kiváló anyák. A rák jegyűekből vannak a legjobb anyák, mert azok már eleve a lelkük mélyén az anyaságra készülnek már eleve. Tehát az egy nagyon-nagyon fontos szempont. És ugyanakkor az otthonnak a melege, az a kis kuckós dolog. Szóval, hogy nagy jelentősége van a rák jegyűeknél, ez a kis kuckós, mi a család, mi vagyunk a család. Ez a típusú gondolkodásmód, vagy érzelemvilág. Ugye érzékenyek, befogadóak, intelligensek. Tehát például, hogyha Merkurius a rák jegyében van, ugye a gondolkodás bolygója a rákban van, és akkor rendszerint a nap is ott van, mert a Merkur és a nap egymással nagyon közel vannak általában, hogy mondjuk vegyük azt, hogy valaki rák napú, és még a Merkur is ott van, akkor annak nagyon jó fantáziája van, nagyon jó meglátásai, jól tud vizualizálni. Például regényírók, vagy filmírók, egy ilyen rák átérző lelki világgal egy ilyen nagyon jó művészek tudnak lenni. Tehát egy érzékeny, befogadó, de hozzá kell tenni, hogy azért energiájuk is van. Tehát ugye egy kardinális jegy a rák, ami azt jelenti, hogy el fogja érni a célját. Tehát ő valamit meg akar csinálni, meg akar valósítani, végig akarja vinni. Olyan a rák, mint egy kis patak. Tehát egy ilyen mozgó víz, ami kikerüli az akadályokat, alá tudja mosni a dolgokat, eljut a hegy tetejéről, biztos eljut a völgybe. Nincs az a patak, amit úgy igazán le lehetne állítani. És ezért van, hogy a rák jegy, miközben hátrál, tehát, hogy... Egy rák ember nem fog velem nagyon nyíltan konfrontálni, hanem elintézi, hogy mégiscsak neki legyen igaza. Finoman érzelmi eszközökkel, szeliden, de mégiscsak az lesz, amit akar. A rákban is kerestem jeles napokat, tehát hogy ne egy konstellációnál maradjunk, vagy egy általános jellemzésnél, és Vörös Sándort találtam, mint június 22-i szülött, és ami számomra a nagyon érdekes, az ugye az, hogy 1937-38-ban azt olvastam, hogy akkor járt távol-keleten, és azt a fajta szemléletet, amit
ezáltal hordozza a munkáiban hozzám ez a legközelebbi. Ugye a rákra mondtam, hogy érzékeny író, fantázia, vagy minden, hát a Vörös Annyi bácsinál fantáziadúsabb költőt nehéz találni. Neked mi tőle a kedvenced? Tőle nekem nagyon sok kedvencem van, de az út a teljesség felé. Nekem az a kedvencem. Szóval az annyira egy ilyen mély keleti bölcsességet hordozó írás, és elmond benne mindent lényegileg. Röviden, tömören elmondja a lényeget. Nagyon jó. Igen. Volt egy időszak, amikor a műveit egy picit nem engedélyezték. Félre rakták. És ezáltal nagyon sok mindent a gyermek versein, illetve a gyerekeknek írt írásain át ismertük meg, mint a Bóbita. Hát ez az. Na de nézd meg, hogy a mai napig is micsoda jó versek azok. Tehát ez sok generáció nőtt föl azóta ezeken, és milyen jó fejek azok a művészek, akik ezeket megzenésítették, és hogy énekelt formában lehet hallgatni ezeket a dalokat. Tehát micsoda egy dolog. És ezért hála és köszönet a tehetséges megzenésítőknek. A Rákhavában lépve ünnepeljük Péter Pál ünnepét, ami az Péter Pál ünnepe, az aratás ünnepe, és ide is kapcsolódik tűzugrás, ahogy a gyerekek átugrálják a szalmából rakott tüzet. Ez az egész nyár kezdete, az aratás kezdete. Július nyár hó hava, és július 1-én ünnepeljük Semmelweis Ignác születésnapját, amit egyébként mi a Magyar Egészségügy napjaként ünneplünk. Elsőként ő mondta ki, hogy a gyermekágyi láz nem önálló kórkép, hanem bomlott szerves anyagok okozta fertőzés következménye. A fertőzést a boncolást végző szülészorvosok maguk viszik át a vizsgálat során a nőbetegekre. Hamarosan rájött a hatásos védekezésre, erőteljes kézmosást kell végezni klórvizes, klórmeszes oldatban. Sajnos módszerének népszerűsítését eleinte nem szakcikkek publikálásával tette, hanem leveleket írt Európa számos szülészeti klinikájának orvosaihoz. Egy előadássorozattal lépett nyilvánosan kollégái elé, de módszerének helyességét még közvetlen munkatársai is kételkedéssel fogadták, annak ellenére, hogy a gyermekágyi halálozások száma radikálisan csökkent. Semmelweis nagyon csalódott volt, Pestre költözött, és a Rókus Kórház szülész nőgyógyász professzora lett. A szakma értetlenül fogadta, később, amikor már türelmét vesztette körleveleiben, egyenesen gyilkosoknak nevezte a módszerét nem alkalmazó kollégáit. Ez is egy nagyon érdekes egybeesés, hogy épp Semmelweis Ignác, aki a nők megmentője, és ez a nagyon nőies hónapban a július havába esik az ő születésnapja, és az egész magyar egészségügy helyzetéről. Én csak annyira tudok ehhez hozzászólni, hogy mindenki panaszkodik. Mindenkinek nagyon rossz élményei vannak az egészségügyel kapcsolatban. Nehéz ügy, nehéz ügy. Tehát ugyanezt mondanám, mint amit a tanárokra mondtam, hogy ez nem politikai szlogán. Az egészségügy az általános emberi szükséglet. Tehát ott békén kéne hagyni az orvosokat dolgozni, jól kéne érezniük magukat, hogy ne menjenek már el máshova. Hanem maradjanak itt, végezzék a dolgukat, de hát meg kell őket becsülni. Nem nehezíteni kell a dolgokat, hanem segíteni. Ez egy botrány, hogy például a kórházakban nincs szappan, mert nincs rá pénz. Nincs törülköző, mert nincs rá pénz. Nincs WC-papír, mert nincs rá pénz. Hát ne vicceljünk már. Hát ez nagyon vicces. És még a gyógyszerét is az ember maga vigye be, meg minden. Szóval ez milyen dolog? Hát ez teljesen méltatlan. És hát az orvosok mellett azért van egy olyan személyzet, akinek még ugyanez járna. Há, és ne? Egyrészt ez anyagilag, másrészt egy újra érzékenyítési folyamat is szükséges, mert a nagyon nagy rész az anyagi, ezt elismerjük, de a másik rész az emberi rész. Igen. Ami és meg nem anyagi. Igen, és egyrészt nyilván az, aki így dolgozik, tehát például ápolónő, ő akkor is, hogyha nincs megfizetve, ő jól kell, hogy csinálja a dolgát, mert emberrel végzi. De hát nem
feltétlenül csak az anyagiakról van szó, amikor nem jó az ellátás, nyilván. De hát egy túlterhelt ápolónő, nyilván ő se tud mindent megoldani, amikor nincs még mellette még kettő, aki segít. Szóval itt az egész helyzet nem jó, és ehhez képest meg emberileg is van még pluszba egy csomó negatív dolog, amit ugye a betegek szívnak meg. Hát ezt kell látni. Na most én azt várnám a vezetőktől, akik így ezt egyáltalán eldönthetik, hogy mi hogy legyen, hogy emeljék már fel az egészségügyet. Az emberileg is, anyagilag is, minden szinten, meg technikailag, és plusz emeljék fel a tanárokat is szintén emberileg, anyagilag, minden szinten, és akkor a nép boldogabb lesz, egész biztos, hogyha egy kicsit számít, hogy a nép mennyire boldog, akkor ilyesmivel boldogítani lehet a népet. Nem? Tehát, hogy például jó az egészségügy, meg jó a tanári fizetés. Annak mindenki örül. A gyerek is örül, a tanár is örül, a szülő is örül. És hát végül is az egész ország szülőkből, gyerekekből áll. És köztük néhány tanár, meg néhány orvos, de annak is van gyereke, meg annak is van felesége, tehát gyakorlatilag az, hogy apa, anya, gyerek, általában ebből áll az ország. Meg különálló persze vannak a szinglik, azzal semmi baj, de ők is szeretnének jól kórházi ellátásba részesülni, hogyha rászorulnak, nem? Tehát most mindegy, hogy családban él, vagy külön él, mindenkinek az a jó, hogyha ezek a dolgok jól mennek. És itt pedig prioritási kérdés, kérem. Tehát azt kell érzelni, hogy ha akarjuk, akkor van rá pénz. Ha nem akarjuk, nincs rá pénz. Mert amire akarjuk, arra van pénz. Igaz? Hát nem mi akarjuk, hanem akik akarják. Arra van pénz. De hogyha valamit nem akarnak, arra nincs pénz. Na most itt azért ez egy eléggé billegős kérdés, mert hogy vajon miért nem akarják, hogy jó legyen az egészségügy, vagy miért nem akarják, hogy a tanárok jól érezzék magukat? Ez azért egy nagy kérdés, nem? Vagy hogy ugyanezt átfordítva egy pozitív végkicsengést adjunk, hogy arra a következtetésre jutunk, hogy a társadalom, a gazdaság, meg az egész országunknak az alapvető intézményrendszereit, vagy alapvető struktúráit, mint amilyen az egészségügy, vagy az oktatás, és egyéb ilyen nagyon fontos területek, szeretnénk, hogyha ez jobban működne. Igen. Működjön mind jobban. Anyagilag, mind emberileg. Igen. És kérjük az illetékeseket, hogy működtessék ezt jól. Köszönjük szépen a figyelmet, és tartsanak velünk legközelebb is. Viszlát, Isten áldjon mindenkit. Viszontlátásra.